Hát itt vagyunk még mindig a szombatesti Láz színpadán, és itt emeltem Istenes Bence. Bence, gondoltad volna, hogy Iringónak van egy ilyen látens spanyol fétise? Nem gondoltam volna, de mikor elkezdtem spanyolul beszélni, akkor nagyon örültem, hogy ez tetszik neki. Annyira édes volt, elkezdtem ilyen halandzsázni spanyolul, ő meg ez nagyon jó, csináld ezt, még csináld ezt a spanyol, told ezt a spanyolt, úgyhogy nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt. Igen, ezt így próbáltuk tovább gondolni, ott a sajtófáholyban. Na hát a táncok... Na, mire gondoltál, hogyan gondoltátok tovább? Majd elmondom adáson kívül. Szóval a táncotokban volt, ahogy említette a zsűri, segrepacsitól a kézi munkáig minden, ez erotikusabb volt akkor, mint az előző? Ez egy picit, ezt nem mondanám erotikusnak, ez inkább ilyen vicces volt, viszont a jövő hét, na az nagyon erotikus lesz, tehát az ilyen nagyon brutális. Nyilván a többiek is már elmondták, hogy most már el lehet mondani, hogy jövő héten tangót fogunk táncolni, és olyan koreográfiánk lesz, hogy tele lesz szexualitással. De azt nem sajnálod, hogy a keringő kimaradt? Tehát az valahol a táncoknak a csúcsa, nem? Hogy milyen táncunk lesz még, azt nem árulhatom el. Most egyelőre lehet, hogy még lesz nekünk is angol keringőnk, vagy nem, kiderül majd. Jól van, hát Bence, köszönjük szépen, kitartást akkor a tánchoz, és lehet, hogy akkor a következő adásod a tangó mellett angol keringő lesz. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik szavaztak, ezt mindig szeretném elmondani, mert tényleg nagyon fontos. Köszönjük szépen. Sziasztok!